Hát kedves nézők, van olyan, amitől eltekintettünk volna, és éppen ezeket a pillanatokat látjuk most. Egy transzparens helyezett ki a ferencvárosi szurkolótábor, amely a készenléti rendőrségnek szólt. Gondolom a Simon ügy kapcsán, és ezt nem hagyta a rendőrség szót. Időközben megérkeznek a csapatok is. Az újpestiek tűzi játékkal és szalagokkal. A játékosok pedig egyelőre behúzódnak középre. Mindentől minél messzebb kerüljenek és távolabb kerüljenek. A játékvezető is egyelőre úgy dönt, hogy nem folytatódik a második félidő, a pályát is meg kell tisztítani. Nulla-nulla tehát, mint az elemzésből is hallottuk, láttuk is, Vlaszák egy picit félve foglalja el a helyét a kapuban. A másik oldalon Szűcs Bölcsem nem is megy egyelőre a 16-os közelébe sem. Vlaszák is úgy dönt a végén, hogy kimasírozik a 16-osról, nehogy eltalálják íme, hogy illene. De hát az igazsághoz az is hozzátartozik, ha ilyen képeket látunk, akkor meg lehet érteni, hogyha valaki inkább a televízió biztonságát választja a mérkőzésre. Igaza van, még takarítani kell a ferencvárosiakat, saját rendezőgárda is kíséri. Dönt Szabó Zsolt, és én csak azt tudnám javasolni kollégáimnak, hogy Egri Viktor, ha elérhető, akkor azonnal menjen le, hát ha valamit ott a helyszínen is megtudunk, ugye egyelőre még az imént ott ült a stúdióban, és én azt gondolom, és Szabó Zsoltnak mondanám, hogy igaza van, talán egy picit figyelmeztetőnek is szánta mindezt, nevezetesen, hogy amíg nincs rend a lelátón, addig ne folytatódjon a mérkőzés, hát ha ezzel jobb belátása lehet bírni a feleket. Egyelőre a játékos kijáró közelében mind a két csapat tagjai, akik békésen beszélgetnek. A bontás is befejeződik. Itt a ferencvárosi saját rendezőgárda próbál a saját soraiban rendet teremteni. Ez már a hivatalos része a dolognak, mint látható. Nem focipályára való képek, nyilvánvaló. Újabb papírcsikok érkeznek közben a pályára, hogy Szűcs Lajos odaérkezik a kapuhoz. Nehéz lesz így védenie, hogy folyamatosan dobálják, sőt, hát az egy bot, kérem szépen, amit az úr ott ilyen hanyag eleganciával kihajított. És még azt sem tartom kizárnak, hogy fémből volt, ahogy csillogott. Hát nem lesz könnyű dolga a ligának, János. Épp azt próbálom itt gondolatban legalábbis felvéteni, hogy biztos, hogy van mit jegyzetelni az ellenőrnek most, és hát kicsit nem csak a ligás mi voltam miatt, de egyébként is vérzik a szíve az ilyenkor az embernek, ugyanis egy jó első félidő, van mit élvezni, és mégis ilyenek történnek. Hát ez számomra érthetetlen. Bukovics nem frissítőt kap ajándékba, hanem bedobtak egy nagy üdítős üveget. Szűcsnek vissza kell mennie. És hát azért a rend érdekében annyit megkockáztatnék, hogy az rendben van, ugye láttuk a ferencvárosi oldalon a rendőrség közbeavatkozását. Nem bánnám, ha a ferencvárosi kapu mögé is oda menne néhány rendőr például. Mert hát rendezőből van kettő talán az egész hozban. És ez nem. Most kell lefújni a bírónak, és a partjelző nem jelez, nagy hibát követel. Nem találták el Szücsöt, de mellette robbant, határeset. Erre már tényleg
Egyszerűen szavakat nem találok. Ez már... Nem volt elég rendező, ezt már említettem ott. Az újpesti oldal előtt rendőr pedig egyáltalán nincs. Talán meg is tudjuk mutatni, most kivételesen ezt kérném a kollégáimtól, hogy nehogy úgy érezzék a odahazaülők, hogy itt az ember valamilyen mértékben is elfogult. És most Szűcs szájáról leolvasztó, hogy nem hallok, tehát valószínűleg az egy komolyabb a dolog, tehát... Bedobták mellé egy 4-5 méter, még annyi sincs. Ez nem süketséget ez. És vakságot is okozhat átmenetileg. Tehát ilyen körülmények között biztos, hogy nem lehet folytatni a mérkőzést. Lipcsei Péter a játékosokat nyugtatja, mind a két csapat orvosa ott van, Gyarmati doktor is ott van, Lejko doktor is ott van. Na mi a játékvezető döntése? Megérkezik a rendőrség, most már a másik oldalra is. Tokodi próbálja jobb belátásra bírni Szabó Zsoltot, aki a főrendezővel közli, hogy mit dönt. Közösen tartsuk szem előtt a sportszerűség szellemét, hiszen csak ebben az esetben indulhat el a játék. Köszönjük! Hát néhány embernek azt hiszem megint sikerül elérni, hogy nem a foci a főszereplő ezen a hétvégén, és Jánosnak igaza van, egy derbi, egy feszült légkörű, de kemény mérkőzés volt az első fél időben, semmi nem mutatott arra, hogy ennek be kell következnie. És a Szűcs most azt mondaná, hogy nem megy vissza, őszintén szóval nem csodálkoznék rajta. Nem is ez, hogy ennek van zöngéje, nekem volt egy nagyon negatív tapasztalatom a rendkívül jó Manchester, illetve az Allegersek Manchester még név stadionban. Ez úgy nézett ki, hogy kb. 8 hát ferencvárosi kergetett 6 újpesti, vagy valamilyen szituáció, és én akkor azt mondtam, hogy ezt most végül is az UEFA ellen, vagy akárki viszi a hírünket. Itt ugyanúgy ülnek külföldiek, ahogy te is itt mondtad nekem, hogy a Paris Saint-Germain. Tehát viszik hírünket, eljut az UEFA-hoz, és ezzel mi nem segítünk a helyzetünkön egyáltalán, az európai szerepünkön, vagy én hogy mondjam, szóval hát nem is, igazából szavakat nem találok, hogy most mit is mondjak erre, főleg ilyen mérkőzésen, ahol mindkét szurkoló a csapat megtalálhatja a magának megfelelő helyzeteket. Most lenne jó oda dugni egy mikrofont Szabó Zsolt orra alá, mint a két csapat kapitánnyal beszél. És eredményre vezetett volna. Ki az, akikkel ilyenkor beszélni tud, mennyire fogadnak szót, mennyire viszik el az indulatok a szurkolókat. És hát rendőrt látni bent a pályán nem az a szívmelengető látvány, valljuk meg. De hát inkább legyenek. Tamási is megy az újpesti oldalra. Itt Lipcsei magyaráz, mint látható. A szurkolóknak. Előre borítékolható, hogy nem lesz, azt hiszem, egy különösebben egyszerű dolog. És ezzel sajnos én megkaptam a választ arra, hogy ott az a három szektor miért is üres. Tehát azt hiszem indokolt, illetve jogosan maradt ott van azoknak a tulajdonosa, azoknak a helyeknek a tulajdonosa. Igen, arról beszéltünk, hogy a kedves nézők is értsék, hogy velünk szemben, igen, a felező vonaltól balra ott három szektor üres.